Kevesebb mint 500 kilométerre vannak Moszkvától a Wagner zsoldos hadsereg csapatai, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök határozott válaszlépéseket ígért a fegyveres felkeléssel szemben. Miután péntek este a hadvezetéssel egy ideje feszült viszonyban lévő Jevgenyi Prigozsin hadat üzent az orosz védelmi minisztériumnak. Szombat reggelre a Wagner csoport harcosai érdemi ellenállás nélkül kezdtek el elfoglalni orosz városokat, köztük Rosztovot is. Az események miatt Moszkva szerte elkezdték kiüríteni a középületeket, köztük a Kreml közelében lévő múzeumokat is. Lettország pedig lezárta a határait az Oroszországból érkezők előtt. Több poszt is született a közösségi médiában arról, hogy az orosz elnöki flotta egyik repülőgépe elhagyta Moszkvát. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azonban igyekezett cáfolni azokat a híreket, amik szerint Vlagyimir Putyin is a Szentpétervár irányába tartó gép fedélzetén tartózkodott. Szombat délutára a Wagner csapat zsoldosai már a Lipeki régióba jártak, amit a terület orosz kormányzója is megerősített. Eközben pedig az orosz hatóságok nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le Prigozsin szentpétervári irodájában, megközelítőleg 16 milliárd forint értékben.